Létezik egy természet fölötti dimenzió? Egy világ azon túl, amit mi ismerünk? Van élet a halál után? Léteznek angyalok? Álmaink tartalmazhatnak üzeneteket a mennyből? Megfejthetünk ősi természet fölötti titkokat? Léteznek igaz gyógyulási csodák? Sid Roth több mint 35 évet töltött egy furcsa természet fölötti világ kutatásával. Kapcsolódj be te is Sid mai műsorába, amelynek címe Ez természet fölötti! Hello, Sid Roth here. Welcome to my world, where it's Hello, Sid Roth vagyok, Isten hozott világomban, ahol a természet fölötti a természetes. Olyan jó, hogy van stúdió közönségünk is. Vendégem David Herzog, akinek zsidó az édesapja, 13 évesen a felnőtté avatása, ami a bar mitzvah, olyan módon történt, amit még senki nem látott. Semmi nagy ünnepséget nem tartottak, azonban maga Izrael messiása látogatta meg. És azt a küldetést adta neki, hogy tanítson a dicsőségről. Mennyei átélés által értette meg, mi a dicsőség, tehát Isten manifestált jelenléte, amikor Isten bevonul egy helyre. Kinyilatkoztatást kapott erről, és ez elég érdekes, mivel a dicsőség szó is említése került ebben a mennyei átélésében, és ma már világszerte arról ismert, hogy ebben a témában tanít. És amikor a dicsőségről tanít, az tényleg meg is jelenik. Én szemtanúja vagyok ennek, tehát nem csupán másodkézből tudom mindezt. Szó szerint ott ült előttem egy hölgy, akinek a szemem láttára az őszhaja barnává vált és ragyogott. Az este folyamán csak egyre barnábbá és még barnábbá vált. Láttam, amint emberek lefogynak a dicsőség szférában. Emberek, és bár ezt a saját szememmel nem láttam, csak felvételről, kinő a hajuk. Emberek, akiknek fémet ültettek be testükbe, azok a fémek csonttá váltak. David Herzog, ez aztán már tényleg teljesen fenomenális. A stúdió közönség között van valaki, akinek a gyülekezetében néhány hete szolgáltál, és a gyűjtés óta nem győzik újra számolni a pénzt, mert számolás közben szaporodott és sokasodott, és állandóan újabb és újabb összegeket kellett hozzáadni, és ez azóta is tart. Ilyenek nem szoktak történni. Hát ez nagy probléma, mivel mindig újra és újra számolni kell. Te örömmel számolgatnád a pénzed minden este úgy, hogy az állandóan sokasodik? Hall most engem egy könyvelő? Ettől aztán leesik az ember állna. Szóval David, meséld el nekünk ezt az átélésed bar mitzvah korodban. 13 éves voltam, amikor az ifi tábor megkérdezték, ki akarja elfogadni a Szent Szellemet. Azt mondtam, én akarom. Rendben, emberek, akik szeretnék, álljanak fel és jöjjenek előre. Én szaladtam előre és vártam a sorban. Az a srác, aki előttem állt, elkezdett sírni, még mielőtt én az első sorba kerültem volna, hogy imádkozzanak értem, majd megkérdeztem, miért sírsz? Fáj? Erre nem, de hogy nagyon jó érzés. Azt hittem, fáj neki, és azért sír, de ő azt mondta, nagyszerű érzés. Úgy gondoltam, hát egy fiú csak akkor sír, ha valami fáj neki. Szóval vártam, majd hirtelen egy melegség öntött el a testem, és elkezdtem én is sírni, mintha folyékony szeretetet öntöttek volna rám, majd azonnal elragadtattam a mennybe, és megláttam Isten trónját, láttam az Atyát és Jézust. Majd hirtelen egy hang szólalt meg, és azt mondta, dicsőségemért fogsz utazgatni. Majd elkezdtem nyelveken imádkozni, ami egy mennyei nyelv, és egyszerűen nem bírtam abba hagyni. Tudtam, hogy attól a naptól fogva, hogy láttam a mennyet, az életem meg fog változni. Meséld el az első csodát, ami történt ezután. Megkértek, hogy egy fiatalok kis csoportját tanítsam. 7-8 évesek lehettek egy vasárnap reggel. Adtak egy kézikönyvet, hogy abból tanítsak, de az olyan unalmas volt, hogy abból tanítsak, szóval azt félretettem is. Azt mondtam, hé srácok, inkább imádkozzunk valakiért, aki beteg, de egy szót se a pásztornak, mert bajban leszek. Szóval imádkoztunk és vártuk, hogy fog-e valami történni. Mondtam, nehogy elszóljátok magatokat, hogy nem követtem a heti előírásokat, mert ez biztos nem tetszene nekik. Majd jött egy kislány és azt mondta, nézd, az egyik lábam rövidebb, mint a másik, és emiatt gerincfeldülésem van. Azt mondtam, akkor imádkozzunk érte és meglátjuk, mi történik. Majd ekkor becsuktam a szemem és sajna nem láttam az életem első csodáját, mivel a lába azonnal kinőtt. A gyerekek elkezdtek sikoltozni, nézzétek a lábát!
Kinyitottam a szemem, és addigra kinőtt a lába, szóval lemaradtam az első csodám szemléléséről. Semmi gond, mert azóta már úgy is annyit láttál. Szóval David elment bibliaiskolába, majd hallotta Isten hangját, aki azt mondta neki, menjen Franciaországba. Ha őszintén elmondhatom, ha választanom kellene, biztos, hogy nem Franciaországot választanám. Senkit nem akarok megsérteni, aki Franciaországban él, de Istent hirdető emberek számára az egy temető. Tehát ott van David, senki nem ismeri. Mégis el tudjátok képzelni, hogy Franciaországban 50 éve nem volt olyan hosszú tartó ébredés, mint akkor. Kell, hogy Istentől jöjjön kijelentés arra, hogy egy ilyen úgynevezett szellemi temetőbe valaki ébredést hozzon. Mit mondott neked Isten? Mielőtt kirobbant volna ez az ébredés, azt mondtam, Istenem, kétségbe esetten akarlak téged, annyira éhezem rád. Szabadságra mentem, és teljesen félrevonultam, hogy csak az Úrral legyek imában. És akkor megkérdeztem Franciaországra nézve, hogy Uram, hogy tudjuk elérni ezt az országot? Ez annyira kemény. Elkezdtem böjtölni, és akkor azt mondta nekem, itt a titok nyitja. Tedd azt, amit Pál tett. Pál kiválóan elérte a római birodalmat, ami a mai Európa. Majd azt mondta, először a zsidókhoz ment. Majd azt mondta, menj először a zsidókhoz, hogy irigyíted őket, és nyerd meg néhányukat. Cserébe fölemelem a nem zsidók felé végzett szolgálatot. A Róma 11.13.14-et idézte. A 14-es vers így mondja, így féltékenyé tudom tenni a saját népemet, és néhányat közülük is elvezethetek az üdvösségre. Így hát elmentem Izraelbe, 13 embert vezettem az Úrhoz, ahogy visszatértem Franciaországba, elkezdődött egy hétről hétre 5 éven át tartó non-stop ébredés. Milyen típusú csodákat láttál történni? Őrült dolgokat is. Ebben az ébredésben egy lány fölemelkedett a földtől 13 centire, és ott lebegett a levegőben. Ő egy erős közbenjáró volt, mindig sírt a lelkek üdvösségért. Úgy fordult át, mint a palacsinta, és mivel kicsi túlsúlyos is volt, ezért ez még nagyobb csoda volt. Egy pár másodpercig ott volt a levegőben, majd visszereszkedett a földre. Várj egy pillanatot, ha csupán 40 kiló lett volna, már akkor is óriási csoda lett volna. Abban a pillanatban, hogy ez történt, az összes fiatal előre szaladt megtérni, a démonok csak úgy menekültek kifelé belőlük. Ez robbantott ki egy 6 hónapos ébredést, ami egy helyen, egy húzamban már 50 éve nem történt. Ahogy szünetről visszajövünk, meglátjuk majd, hogyan gyorsul fel minden a dicsőségben. Sőt, mi több, hallom az Úrtól, hogy többen is kaptok majd az Úrtól aranyfogakat a mennyből. Sok alkalmatokon történik ilyesmi? Igen, minden héten. Várj ezt majd a szünet után. Mindjárt visszajövünk. Hello, Sidrop vagyok David Herzoggal, és nagyon jól szórakozunk. És azt akarjuk, hogy te is jól érezd magad. Mi történik, amikor valaki meghal egy kórházban, ugyanabban a városban vagy, azonban épp összejövetelt tartasz, amikor ezt megtudod. Van távolság, amikor Istentől csodát kér valaki? Kérheted az Urat, hogy tegyen csodát a kórházban valakivel úgy, hogy te még csak ott sem vagy? David, mi történt Gabonban, Afrikában? Afrikában voltam, amikor elkezdtem prédikálni. Egy hatalmas, szabad téri gyógyulási összejövetelt tartottunk, és ahogy fölálltam, Isten szólt hozzám, hirdesd ki az embereknek, hogy egy kislány, aki kórházban van, épp most halt meg, és az édesanyja itt van a hallgatóság között, azt remélve, hogy meggyógyul a kislánya. Szóval kihirdettem, és ahogy mondtam, ez egy nagy méretű összejövetel volt, majd hirtelen fölállt egy hölgy, és azt mondta, az én lányomról van szó, de hát ő nem lehet halott. Azt mondtam, de igen, halott. Abban a pillanatban azt mondta az Úr, akkor most imádkozz érte, hogy föltámadjon. Megkérdeztem őket, melyik irányban van onnan a kórház. Mutatták, én pedig elkezdtem imádkozni. A Jézus nevében parancsolom, hogy a szelleme menjen vissza a testébe. Majd folytattam az összejövetelt, és rengeteg gyógyulás, jelek és csodák történtek, megtérések. A hölgy azonnal bement a kórházba, már azzal a hírrel fogadták. Asszonyom, ahogy elment a kórházba, a kislányom meghalt. Letakartuk egy lepedővel, de egy bizonyos órában mozgást láttunk a lepedő alatt, és láttuk, ahogy föltámadt a halálból. Kiderült, hogy pont abban az órában történt ez, amikor mi kihirdettük, és parancsoltunk, hogy a szelleme térjen vissza a testébe. Amit David tanít az, hogy amikor Isten megjelenő, tehát manifestált jelenléte ellepi a helyet, a dolgok elkezdenek fölgyorsulni. Az idő szó szerint tömörödik, tehát rövidebb lesz. Meséld el, hogy értél egyszer Párizsból Belgiumba. Párizsból Belgiumba autóval kb. 3 órás vezetés, és menet közben lerobbant az autóm. Véletlenül rossz üzemanyagot tankoltam, benzint, dízel helyett. Ezzel persze senkinek nem dicsekedtem. Szóval
fölhívtam a pásztort, aki meghívott aznap estére szolgálni, hogy sajnos lerobbant az autóm, és mivel 7:30 kellene ott lennem, már most van 7:30, az alkalom 7:00 elkezdődött, tehát azt mondtam, ez egy 3 órás út, tehát talán 10:50 vagy 11:00 érek oda, sajnálom. Akkor ott találkozunk. Szóval vezetés közben elkezdtem imádni az Urat, 45 percen át csak imádtam őt. Azt éreztem, hogy egyre könnyebb és könnyebb vagyok. Kinéztem és láttam, hogy már ott is vagyok Belgiumban. A következő pillanatban már a gyülekezet előtt voltam. 45 percembe telt bekerülni a dicsőség szférájába, és ott pedig egyetlen szempillantás alatt áttransportált az Úr egy másik országba a gyülekezeti épület elé. 8:45-kor besétáltam az alkalomra, még mindig ment a dicsőítés. El sem hitték, hogy ott vagyok. Azt mondták, de hát azt hittük, nem érsz ide. Hogy jöttél? Helikopterrel? Akkor tapasztaltam, hogy Isten képes meghajlítani az időt. Pont úgy, ahogy A-ból B-be próbálsz jutni X időn belül, azonban a dicsőségben nincs idő. Ahogy a dicsőség beteríti az idő szféráját, meghajlítja az időt, mint egy papírlapot, és az A és B pont összeérnek, tehát ugyanarra a helyre kerülnek. Sokan tűnődtetek már azon, hogy az univerzum teremtője a mindent, a semmiből alkotta, amit látunk a szemeinkkel. Hogy csinálta ezt Isten, David? Úgy érted, hogy alkotott a semmiből? Nos, ő nem a semmiből alkotott. Igaz, erre tanítottak bennünket, de a Biblia a zsidókhoz írt levélben azt mondja, hogy ő láthatatlan dolgokból teremtette a látható dolgokat. Az elsődleges alkotóelem, amit használt Isten a kezdetben, az szellemének jelenléte volt, tehát a dicsőség megjelenése. A szellemet legtöbbször nem lehet látni, pedig akkor is ott van, láthatatlan. A második láthatatlan alkotóelem a hang. Amikor ott volt a dicsőség, Isten azt mondta, legyen világosság. A láthatatlan hang összekapcsolódva a láthatatlan dicsőséggel alkotnak egy látható dolgot. Tudod, a tudósok is ezt tanulmányozzák a kvantumfizikában, és most kezdik megérteni, amit a Teremtés könyve mond. Ha valaki meg akarja érteni a tudományt, nézze meg a Bibliát. A tudósok most kezdik utolérni tényszerű bizonyítékokkal azt, ami mindig is ott állt megírva. Mondd el nekünk, mire jöttek rá a tudósok a hang kapcsán. A hang fantasztikus. Már a Teremtéstől kezdve az 1 Mózes könyvétől ott vannak a hanghullámok mindenbe beágyazódva. A csontjaidban, testrészeidben is hang van. Ezért nem kell mondanod, hogy Istenem, kérlek, gyógyíts meg, hanem beszélhetsz a testrészeidhez, és azok atomjaiban lévő hanghullámok vagy hangrezgések engedelmeskednek az emberi hang által kiadott parancsnak, külön különösen, ha az az Izrael istenében hívő ember szájából szól és parancsol. Pont így láttunk teremtő csodákat megtörténni, hogy szóltunk a testrészekben lévő hanghullámokhoz, és parancsoltunk úgy, hogy gyógyulj meg. Hogy lehetséges az, hogy valaki azonnali módon lefogjon? És ahogy beszélünk erről, most történik is fogyás. De hogy lehetséges ez? Hogy csinálja ezt Isten? A következő módon magyarázom el. Azt mondja, legyen meg akaratod úgy a földön, mint ahogy a mennyben van. Ha most azonnal a mennybe kerülnél, mivel Isten dicsősége ott van, és ha tegyük föl 130 kiló lennél, vagy rákos lennél, vagy akármi rossz lenne veled, abban a pillanatban lefogynál és meggyógyulnál. Nos, ugyanez a dicsőség van most itt a stúdióban. Amikor ez a dicsőség a földre ér, a menny sebessége utoléri a földet. Most, ahogy csak beszélünk róla, itt a stúdió közönségünk között is most, akik túlsúlyosak, kezdjenek el ugrálni, hogy megtörténjen velük. Ha tehát itt vagy a néző közönség között, vagy akár otthon ülsz a tévé vagy számítógép előtt, akkor most azonnal állj föl, ott, ahol vagy, és nézd meg a derékbőséged, ne várj vele, most azonnal állj föl, itt a stúdióban, és otthon is. Ha fogyni akarsz, ellenőrizd le a derékbőséged most. Most azonnal felszabadítom ezeket a csodákat, és azok az angyalok, akik ezekért a csodákért felelősek, jöjjenek most, ellenőrizd le. Mialatt épp ezt ellenőrzöd, szünetet tartunk, és ahogy visszajöttünk, és nagy elvárásokkal vagyok tele, hogy Isten dicsősége mindent felgyorsít az életedben, az anyagiak terén, az egészségedben, a családodban, családtagjaid megismerik Istent. Minden terület felgyorsul. És miért? Mert a Messiás készül visszatérésére. Mindjárt visszajövünk. Sid Rock vagyok David Herzoggal. David, Bételben, Izraelben voltál. Ó, én nagyon szeretem Izraelt. Én is. Tehát ott voltál Izraelben, Bételben, amikor egy nyílt látomásod volt a végidőkről. És tudjátok mit? Amit mindjárt elmond nekünk, az meg is fog történni méghozzá hamarosan.
Amikor Bételben voltam, volt egy nyílt látomásom. Egész csapatunkkal a földön feküdtünk, mivel Bétel az a hely, ami a menny kapuja, tehát azt mondtam, ez egy kapu, akkor én ezt kinyitom. Igen. Azt mondtam magammal, hadd teszteljem le ezt a kaput. Mögöttem valaki elkezdett dicsőíteni, miközben mindnyájan a földön feküdtünk, és arra tanítottam az embereket, hogyan lépjenek be a harmadik mennybe. Miközben imádtuk az Urat, többen elragadtattak a mennybe, engem is beleértve. Láttam az üvegtengert, ott álltam ezelőtt a kristály tenger előtt, és megláttam Jesuát, Jézus, milyen a szemembe nézett, és ez ilyen még nem volt azelőtt. Tűzlángokat láttam a szemében, és ahogy rám nézett, azt mondta, köszönöm, hogy eléred az örömhírrel Izsákot, a zsidó népet, de most elmennél Ismáelhez is? Azt mondtam, igen, Uram. Szinte azonnal nyíltak meg az ajtók, és meghívásokat kaptam különféle muzulmán országokba, Dubájba, Kuwaitba, Bahrainba. Ott is ugyanolyan csodák történtek, mint Izraelben és a világ minden táján. Isten mindenütt ugyanaz az Isten. Ugyanolyan jelek és csodák történnek mindenütt, akár muzulmánok, akár zsidók, hinduk vagy buddhisták közé megyünk. Rengeteg iráni ember is megtért. Szeretném ezt megérteni. Jézus tényleg megköszönte neked, hogy eléred a zsidókat. Ez teljesen megdöbbentett. Annyit tudtam mondani, hát igen, persze. Nem is tudtam, mit mondjak. Mit tudsz mondani, amikor bekerülsz egy ilyen valóságba? Akkora alázatot váltott ki ez belőlem, már az is, hogy egyáltalán ott vagyok. Amit Isten mutatott neked, azok meg is történnek ezekben az utolsó időkben, különösen most, és ez engem is, és egész családomat is érinti, mivel mi is zsidók vagyunk. Mit mutatott neked az Úr a zsidó gyűlöletről, az antiszemitizmusról? Azt mutatta, hogy Amerikában akárhányszor rosszul álltak a dolgok a történelem során, és ez sajnos újra meg fog történni, hogy amint rosszul mennek a dolgok, mindig a zsidókat hibáztatják érte. A gazdasági piac összeomlásáért is a zsidókat okolják, akár csak a háborúkért, az Iránnal és más országokkal történő álláspontokért is. És amikor ez nagyon felfokozódik majd rossz értelemben, az amerikaiak elkezdik támadni az izraelieket. Az Úr ezt nagyon világosan megmutatta. Az Amerikában élő zsidók olyan nehéz helyzetbe fognak kerülni, hogy bujkálniuk kell majd őslakos amerikai rezervátumokban és különböző államok menedékhelyein. Törekedniük kell majd arra, hogy visszajussanak Izraelbe. Ez olyannak hangzik, mint amikor a fekete bőrű amerikaiaknak föld alatti vasutak és egyéb búvóhelyeken kellett rejtőzniük. Hiszem, hogy a zsidók számára is lesznek majd ilyen föld alatti óvóhelyek. Tanítasz az Illés dicsőségéről is. Nekem ez nagyon tetszik. Mesélj erről. Nekem tetszik az Illés világa vagy szférája, mivel a Malakiásban is azt olvassuk, hogy eljön újra Illés szelleme. És ha már Malakiásnál tartunk, újra eljön Illés szelleme, ami a csodák szelleme. Amikor a fiak szívét az atyákhoz fordítja az Úr, az atyák szívét pedig a fiakhoz. És tudjátok, kik a keresztény hit atyai? A zsidók, pontosan. És tudjátok, kik a fiak? A keresztények. Azt is mondja, hogy amíg ez meg nem történik, addig átok lesz. De ha megtörténik, akkor találjátok ki, mi történik. Mitzvah! Micsoda áldás! Amikor valaki elkezdi áldani a zsidókat, imádkoznak a zsidókért, megosztják az evangéliumot a zsidókkal, és mindent megtesznek azért, hogy segítsék őket, hogy kapják meg a teljességét annak, ami valaha elveszett. Olyan dolgok lesznek, mint a halottak feltámasztása, a feltámadás ereje száll a hívőkre, amikor valami úton módon összeköttetésbe kerülnek a zsidókkal. Akik viszont nem, azok elkezdik elveszteni jelenlegi befolyásukat és erejüket. Az Illés, ahogy te is mondtad, a zsidók és nem zsidók együttese. Ez teremt egy akkora erőt és dicsőséget, mely lehozza az Úr jelenlétét és az Úr kedveltjévé tesz. Mondd el, mi fog még történni az Illés dicsőségében? Sok halott feltámadását fogjuk meglátni? Igen, Isten mutatott egyszer egy látomást. A végidőkben tömeges feltámadások történnek majd, nem csak úgy, itt-ott egy-egy. Tömeges. Bemegyünk a ravatalozókba, akiknek becsődöl a vállalkozásuk. Igen, ez is megtörténhet. Azt láttam, hogy olyan területeken, ahol természeti katasztrófák vagy terrorizmus, most háborúk folynak, vagy valami járvány sújtott le, és a hívők oda mennek, és elkezdenek parancsolni, hogy a halottak támadjanak föl, és tömeges feltámadások történnek majd. Hiszed, hogy ezek a csodák és a feltámadási dicsőség is mind kapcsolatban állnak Izraellel? 100%-ban. Azt mondja a Róma 11:15, hogy a zsidók üdvösségre jutása olyan lesz, mint a halálból való feltámadás. Hiszem, hogy az ilyen típusú halálból való feltámadási erő akkor jön el, amikor a zsidók visszatérnek az evangéliumhoz, vagy amikor
amikor a keresztények visszavezetik őket az evangéliumhoz, ez épp olyan lesz, mint a halottak feltámadása. Hiszem, hogy ez legalább annyira fizikális, mint szellemi feltámadás, hiszen az első egyházban is azt látjuk, hogy a zsidók és nem zsidók együttesen közösen feltámasztották a halottakat. Ahogy szétváltak, az erő is elment. Róma vált a kereszténység központjává, az erő azonban elhagyta őket. Amikor újra egyesülnek zsidók és nem zsidók, az a feltámadás természet fölötti erejét fogja felszabadítani. Mondd el röviden a mennyei tárgyalóteremről kapott kijelentésed. Az nagyon tetszik, igen, tudom. Nemrégiben Isten adott egy óriási kijelentést a mennyről, méghozzá az, hogy a mennyben létezik egy úgynevezett mennyei tárgyalóterem vagy bírósági terem. Valaki például nagy pénzösszeggel tartozott nekem, és úgy gondolta, hogy ezt nem kell megadnia, szóval bíróságra vittem az ügyet, de nem fizikai, hanem mennyei bíróságra. Ez a személy egyébként is egy külföldi országban tartózkodik. Szóval fölmentem a mennybe, és bementem a mennyei bíróságra. Azt mondtam, Istenem, te vagy az igaz bíró. Jeremiás síralmai 3:58. Pereld meg, Uram, lelkem perét, és váltsd meg életem. Tehát azt mondtam, itt az ügyem, hoz ítéletet. És tudod, még akkor is, mikor ott vagy, az ellenség sugdosni próbál, hogy ezt nem nyerheted meg, ezért meg ezért. Ilyenkor védekezned kell Isten igéjét használva. Nem, az ige ezt mondja. Ahogy ezt megtettem, 24 órán belül a számlámra utalta a pénzt az illető. Majd volt egy másik eset is. Egy fiúnak börtönbe kellett volna mennie, mivel gyermekpornográfiát találtak a számítógépén. Épp akkor tért meg, és akkorra már megbánta. Szóval fölvittem őt a mennybe, a mennyei tárgyalóterembe. Azt mondtam, atyám, aki a mennyben vagy, ez a fiú megérdemli a börtönbüntetést, hiszen bűncselekményt követett el. Kedden lesz a tárgyalása, és bizonyítékok vannak ellene. Azonban ő megtért, és véred által bocsánatot nyert. Így akár börtönbe kerül fizikailag, akár nem, tedd őt szabaddá ettől. Meg is történt, az úr teljesen megszabadította mindentől. Azt mondta, akarom, hogy használjon engem Isten. Azt mondtam ekkor, rendben, a tárgyalás még nem fejeződött be. Még egy dolog, tisztelt bíró úr. Azt akarja, hogy beállhasson a szolgálatba. Majd kedden elmegy a tárgyalásra, ahol a bíró és az ügyész félrevonták, és azt mondták neki, tudod, nagyon hosszú időt kell leülnöd a börtönben, bizonyítékaink vannak ellened. Erre ő, most már nem számít, mert megtértem és újjászülettem. Isten csodát tett az életemben. Annyira megérintette őket a bizonysága, hogy semmissé nyilvánították az esetet, mintha semmi nem történt volna, úgy sétált ki onnan. Szóval a mennyei tárgyalóterem és egyéb mennyei átélések óriási gyors változást hozhatnak el az életedbe. Az anyagi életedbe, szolgálatodban nyitott ajtókat tud adni. Megtanulsz bemenni a mennybe, és a földön nagyon rövid időn belül megváltoznak dolgok. Hiszem, hogy Isten dicsősége épp ellepte a stúdiót. A második szegmensben szó szerint éreztem, ahogy megváltozott az atmoszféra. Hiszem, hogy ha David imádkozik most érted, Isten dicsősége téged is ellep, bárhol is legyél most. Mi fog történni az emberekkel, David? Imádkozni fogok most, és eközben lehet, hogy forróságot éreznek majd, lehet néhányan semmit nem éreznek majd, azonban vizsgáld majd meg a tested, ugyanis hiszem, hogy Isten új fogakat fog adni, teremtő csodák lesznek, jelek és csoda jelenségek. Ha nem mondom ki azt a bizonyos dolgot, amire szükséged van, Isten attól még csodát tud tenni, tehát csak ellenőrizd le a testrészeidet, mert Isten itt megjelent, dicsőségében gyógyulások történnek. Elmondom, mit kell majd tenned. Amikor David azt mondja, hogy Isten dicsősége megérint most, szeretném, ha fölállnál és elkezdenél ugrálni fölle. Ez a hit cselekedete. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. David, imádkozz most. Azok, akik a képernyőkön át néznek bennünket, vagy akik itt vannak a stúdióban, a Yeshua nevében imádkozom értetek. Látok fogakat. Isten csodát tesz fogak terén. Szürke és fekete fogak. Fölszabadítom most a fogászati angyal. Fogfehérítés történik, arany és fényes ezüst fogkoronákat és fogtöméseket kapnak emberek. Újra látok még több fogyást itt a hallgatóságban is, és a képernyők előtt ülők között is. Látok egy rotátor köpenyt a jobb oldalon, a jobb vállban, ami meggyógyul most a Jézus nevében. Látom, amint fém rudak felszívódnak emberek testében, és csonttá változnak most. Bármi, amivel most problémád van, ugrálj föl le 10-szer. Ha kimondtam bármit, ami miért hitben állsz, akkor vizsgáld meg magad, hidd el, hogy meggyógyulsz most, ugrálj 10-szer föl le, addig, amíg meg nem látod a csodát. Ha kell, nézd meg 10-szer is. Például, ha van melletted valaki, kérd meg, hogy nézze meg a fogaidat. Ujjak. Parancsolok most az ujjakban lévő ízületi gyulladásnak, hogy hagyjon el. Kéztő alagút szindróma eltűnik most. Hátak. Wow. Ha bárkinek hát problémája van, az meggyógyul most a Jézus nevében. Gerincek egyenes egyetek ki a Jézus nevében. Minden fájdalom elhagy most a Yeshua nevében.